Sziasztok! Az elmúlt néhány hét annyira zsúfolt volt, hogy szinte alig foglalkoztunk a hazai politikával és az ellenzéki összefosás szellemi mélységeivel. Igazából semmi nagyszabású nem történt itthon, de ahogy Donát Anna is mondaná, lehet, hogy egyesével minden rendben van, de az összkép rossz. Kezdjük a Magyarország-Izland mérkőzéssel, ahol a 11. percben bekaptunk egy csúnya gólt, majd a 88. percben kiegyenlítettünk, a hosszabbításban pedig megnyertük. Aznap én még nem igazán mertem ünnepelni, de mivel a hétvége alatt sem kerültek elő a halott izlandi focisták levélgólyai, úgy gondolom, hogy most már fellélegezhetünk. Amikor a magyar kormány bevezette a bértámogatást, Fegyőr az első között sírtat el a Facebookot, hogy a focisták milliós fizetést kapnak a mi adóforintjainkból, miközben a pultosok, takarítók gyerekei éheznek. Ez a poszt november 12-én született reggel 9-kor. Ahogyan korábban is mondtam, Magyarország kettő egyre legyőzte Izlandot az esti mérkőzésen, amit Fegyőr Bandi kitörő örömmel fogadott, annak ellenére, hogy korábban a focisták ellen hergelt. Kettő egy! Ott vagyunk az elbén! Nem sok ehhez hasonló katarzis jutott az elmúlt években! Köszönjük, fiúk! Ez a poszt is november 12-én látott napvilágot, pár perccel este 11 előtt. Fegyőrnek alig több, mint fél nap kellett ahhoz, hogy térfelet váltson és átálljon a győztes oldalra. Tali Românii Socialiste doresc în primul rând să vă la Hozzá kell tennem, hogy Fegyőr bár nem a legélesebb kés a fiókban, nem jellemző rá, hogy törölné vagy módosítaná a számára kényes vagy ellentmondásos posztokat. Szerintem ez azért lehet, mert egy gerinces ember, aki felelősséget vállal a lila füst szóró eszközt ejtettem két rendőrsorfal közé, ejtettem két rendőrsorfal közé, ejtettem Ja, nem, 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 valószínűleg csak elfelejtette, hogy mit mondott fél nappal korábban. A kommentelők persze kitörő örömmel fogadták Fegyőr pálfordulását. Karigeri tavaly ilyenkor még gőzerővel nyomta a foci ellenes kampányt. Ezért még egyszer mondom, az én városomban, amíg nincs minden kerületben egy CT, nem épül új stadion és pont. De most, hogy Magyarország kijutott az EB-re, valahogy az ő szíve is meglágyult. Mindig megéri a lefújásig küzdeni minden elismerésem a magyar csapaté, irány az Európa bajnokság. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, de a poszt a mérkőzést követő reggelen került ki, fél kilenc előtt pár perccel. De mi lehet az oka, hogy nem aznap este írta ki ezt? A válasz nagyon egyszerű. A meccs későn kezdődött, neki pedig olyankor már ágyban a helye. Hát fáradtan nem lehet főpolgármesteresdit játszani. Pár órával később már jött is az újabb poszt Budapest kedvenc virtuális főpolgármesterétől, mi szerint sokakkal együtt én sem tudom, mi volt a célja, hogy talpik fegyverben járőröztek a terrorelhárítók tegnap este a kiürült városban. Kedves főpolgármester úr, tetszik tudni, nem mindenkit dugágyba az anyukája már este kilenc előtt. Vannak emberek, többek között jó magam is, akik munkájukból kifolyólag este 10-11 után érnek csak haza. Na már most a kiárási tilalom borzasztóan egyszerűen működik. 8 és 5 között nem lehet indokolatlanul az utcán tartózkodni. Ez egy szabály. De tetszik tudni, vannak emberek, gonosz emberek, akiket nem érdekelnek a szabályok. Olyanok, mint a farkas a mesében. Biztos tetszik ismerni a mesekönyvekből. Ők nem tartják be a szabályokat, és ha négyen öten elkezdik fosztogatni a mit sem sejtő kirakatokat, esetenként a hazafelé tartó embereket, akkor annak bizony nagyon nem fognak örülni sem a kirakatok, sem pedig a hazafelé tartó emberek. Most már tetszik érteni? Engem valahogy nem zavar egy fegyveres katona. Tudom, a baloldal gyakran vízionál diktatúrát, de a magyar hatóság nem fog ok nélkül rátámadni a járók járókelőkre. 2020 van, nem 2006. De visszatérve a focira, mindig van, akinek semmi sem elég. Az index, akarom mondani a Telex, bár igazából teljesen mindegy. Szóval a Teletex, basszus! Na még egyszer. Szóval a Telex, igen, Telex annyival kommentálta a győzelmet, hogy gratulálunk, és akkor most volna még 23 másik csapat. Majd eltelt másfél nap, és a Telex agytrösztjei összeültek, hogy hát ez így mégsem jó, hát nehogy már úgy örüljünk a magyar csapat sikerének, hogy nem rúgunk bele a magyar fociba, még azt fogják hinni, hogy minket is megvett az Orbán, aztán meg megint költözhetünk. Meg is születettem eme fantasztikus publicisztika. Külföldi edző, honosított játékosok, mi kellett az újabb EB szerepléshez? De ne a cím alapján ítéljünk, nem arról van szó, amit sugal. De, de igen, egy az egyben arról van szó, amit sugal. Nem szeretném cikkelemzéssel pazarolni az időt, inkább csak felolvasnám a kulcsmondatot. Elgondolkodtató, hogy az ides tova tíz éve tejben vajban füröztött akadémiánk helyett a honosítás volt a legfőbb fegyverünk. Kedves Telex, nem tudom, hogy tudjátok-e, de ezt a meccset egy csapat nyerte meg, nem pedig két játékos. Ugyanakkor van, aki még annyira sem örül, mint az én Telex. És hogyha kikapunk, akkor mindig azzal vigasztalom magamat, hogy Orbán Viktornak szereztünk egy rossz napot. De szerint... Az önt boldogát tesz? Igen, az boldogát tesz. Persze történt más érdekesség is. A fasisztait szándékoktól vezérelt magyar kormány diktatórikus alkotmánymódosítást hajtott végre, ami, gondolom, mondom sem kell, lábbal tiporja az emberi jogokat, azon belül is a melegek jogait. Ez a szörnyű alkotmánymódosítás kimondja: Az anya nő, az apa férfi az emberek egy része, nem kell kihangsúlyoznom, hogy melyik része, ezen totálisan ki volt akadva, mert hogy az mennyire sértő, meg kirekesztő, miért kell ilyet beleírni az alaptörvénybe, meg amúgy is diktatúra, fasizmus, o 1 stb. Az egyik külföldi zenékre tökéletesen tátogni képes TikTok celeb már elő is jött a saját kis cringe videójával. Van ki vagyok készül, hogy ebbe az országba kell élnem. Nem tudom ki mennyire követi a dolgokat, és egy családpolitikai, nem tudom kicsoda, a hölgyecske fogja eldönteni, hogy örökbe fogadhatok -e egy gyereket, vagy nem, aki azt állítja, hogy az anya nő, az apa férfi. Hát nagyon jó. Igen, most kiderült, hogy néha én is fölnézek a TikTokra. Úgy is mondhatnám, hogy ez többé már nem TikTok. Én inkább szomorúnak tartom, hogy 2020-ra, sőt nem is 2015-re már repülő autókat, meg önbefűző cipőket vizionáltak eleink, erre tessék, a félvilág mostanú meg kezet mosni, mi meg beleírjuk az alaptörvényünkbe, hogy az anya nő, az apa meg férfi, hát Kedvenc feltörekvő politikusunk, nem nevet, valószínűleg hozzánk hasonlóan látja a helyzetet, vagy csak megtalálta Feri apu szekrényében a vészterhes időkre tartogatott narancspálinkát, aminek hatására álmot látott a nagypapa csak férfi, a nagymama csak nő lehet. A nagybácsi csak férfi, a nagynéni csak nő lehet. A keresztapa csak férfi, a keresztanya csak nő lehet, a sógor csak férfi, a sógornő csak nő lehet. Igen, Bandi, én is hasonlóan érzek, de ilyen világot élünk. Nem csak vírus, de biológia tagadók is járnak köztünk evidenciákat kell leírnunk, mert sokak számára ez még mindig nem egyértelmű. Ez az egész abból indult ki, hogy örökbefogadás esetén a kormány előtérbe helyezi a házaspárokat, míg az egyedülállók csak miniszteri engedéllyel fogadhatnak örökbe. Itt néhány dolgot fontos megemlíteni, és ezt most nem szeretném elviccelni. Igen, egy nő képes egyedül felnevelni egy gyereket. Igen, egy férfi is képes egyedül felnevelni egy gyereket. Sőt, két férfi és két nő is képes erre, de nézzük már meg, hogy annak a gyereknek mi a legjobb. Már hallom is, mert jobb neki, ha árva házban van, ahol éhezik, fázik, nem szeretik, stb.? Nem, nem erről beszélek. Ilyen téren én liberálisabb vagyok, mint ami ennek látszom, de még mindig a gyerek érdekeit kell figyelembe venni. Mindenki csak azt nézi, hogy neki mihez van joga. Ez kib*** nagy önzés. Egy gyereknek a fizikai szükségletein túl rengeteg mindenre van még szüksége, és pont ezért az emberiség kezdete óta működő férfi-nő kombináció a legoptimálisabb a számára még mindig nem az van, hogy egyedülállók nem fogadhatnak örökbe, hanem az, hogy a házaspárok vannak előtérbe helyezve. Mindannyiunk kedvenc civil szervezete, az Amnesty International már el is kezdte a kormány ellen hangolni a közvéleményt, és kiadtak egy nyilatkozatot, amiben a szokásos lózungjaikat dúroktatják. Putyin Oroszországa, kiszolgáltatott helyzet, homofóbia, transzofóbia, gyűlöletkeltés, kirekesztés, egyenlőség és emberi jogok, stb. 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 stb majd mindezt megtoldották egy kis kisminkelt Orbán Viktor arcképpel, aminek a kontextusa máig tisztázatlan. Az EU szerinti jogállamisági kritérium, hogy ilyen és hasonló civil szervezeteket támogassunk a magyarok adóforintjaiból, de fegyőrbandi és a slepje valahogy kuss amikor az EU ezt szorgalmazta. De ha már fegyőr és az örökbefogadás, sosem találnátok ki, hogy ki az a két kis árva, akiket bandi örökbe szeretne fogadni. Szél Bertalan és Hatházi Ákos a Romentum táborát gazdagíthatja 22-ben. Ki hitte volna? Na de visszatérve az örökbefogadásra, az amnesti agresszív úszítása mellett megjelentek az érzékenyítő kampányok is. Az olyanok, mint ez itt. A család nem egy definíció, a család egy érzés. Hmm, jó is lenne. Gondoljunk csak bele, a család nem egy definíció, hanem egy érzés. Akkor én most azt érzem hogy egy gendersemleges, nem bináris delfin hal vagyok, és úgy tekintek a három gendersemleges vegán tigris pitonomra, mint a három gyerekemre, tehát én egy hátrányos helyzetű, egyedülálló apnya vagyok. Mikor vehetem át az állami támogatást? De komolyra fordítva a szót. Engem nem zavar, ha egy meleg pár családként tekint magára. Az sem zavar, hogyha a családképükbe beletartozik a házi kedvencük, és engem ez nem érdekel, de a család fogalmának definiálásával pontos irányt adunk a jövő nemzedékének, ezt pedig, ahogy már korábban is mondtam, a több ezer éve működő nukleáris családmodell iránya. Ha most arra gondolsz, hogy ez nem működik, mert vállás, kapcsolati erőszak, meg ezernyi más ok, akkor gondolj bele, hogy te is egy férfi és egy nő közös gyereke vagy. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel, kövess Instán és Facebookon, kommentben pedig írd meg, hogy szerinted mi a család pontos definíciója, és kell egyáltalán definiálni. Sziasztok!